Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így felelt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedj. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nézzük tovább Szent Péter életének a folyását, akit mi még mindig nem hívhatunk se Szentnek, se Péternek, mert hogy Simon ő, de már az apostolok közül az egyik. Attól kezdve, hogy Jézus meghívta a közvetlen 12 főből álló szűk tanítványi körét, Simon és a többiek között szoros közösség alakult ki. Egy olyan vezető választotta ki őket, akinek elismerték a tekintélyét, és beilleszkedtek egymáshoz. Rangviták nem voltak közöttük. Még a híres kafarnaumi vita sem erről szólt, amely a galileai vándorlásokról visszatérve folyt közöttük, tudnillik, hogy hát akkor most ki is a legnagyobb. Ezt teljesen félre szoktuk érteni. Nem az asztali ülésrendről, vagy arról vitatkoztak, hogy Jézus után ki közöttük az első, ki a legnagyobb rangú. Nem az itt és most érdekelte őket, mint minden normális zsidót, hanem a mennyek országa, hogy oda át hogy lesz ez. A hívő zsidókat nagyon foglalkoztatta ez a kérdés. Az esszénusok, zsidók egyik szektája, pártja, csoportja, ha így jobban tetszik, részletesen fejtegetik a mennyei rangsor kérdését. Minden izraelitának ismernie kell rangbéli helyzetét. Egykor pontos különbséget tesznek a papok, vének és a maradék nép között, és senki nem beszél, amíg rá nem kerül a sor. A sok angyal, a kiválasztottak Mózestől Illésen át Jánosig, és most itt Jézus is, mi lesz majd közöttük egykor a sorrend? Aztán ők, akiket a Messiás gyűjtött maga köré, nem lehetnek csak úgy rendetlen összevisszaságban. Az apostolok között, ahogy minden normális ember között is, teljesen természetes, egészséges az igény a rendre. A katolikus egyházban ezért van rend, nem pedig Jézus által meghívott csőcselék tölti ki az egyházat. Ezután ők vitatkoznak erről a kérdésről, és Jézus egy időtlen, csattanós választ ad rá. Aki első akar lenni, az legyen mindközött az utolsó, és mindenkinek a rabszolgája. Hasonló történik majd Zebedeus 2 fiával, Jakabbal és Jánossal,
akik egyszerűen azt kérik, hogy ők lehessenek a legnagyobbak a mennyek országában, egyikük Jézus jobbján, a másik pedig a balján. Ugyanezt a választ kapják, amely meglehetősen kellemetlen nekik, mert az előzőek után még mindig ragaszkodnak ehhez az elsőséghez, a kiváltságos helyhez, és a többi tíz kissé meg is haragudik rájuk, teljesen jogos. Feltűnő, hogy éppen itt, pontosan ezekben a rangvitákban Simon neve egyszer sem kerül elő. Ez a kérdés teljesen hidegen hagyta. A mindennapi életben, itt az apostoli testületben senki sem furakodott előre, nem voltak köztük törtetők. Szinte magától rendeződtek el befelé szűkülő körökben Jézus körül. Jézus mellett ott volt a 12, ez a sok tanítvány között már egy szűk csoport, és időnként ezek közül választ ki egy hol 4, hol 3 tagú csoportot, a két testvért, Jakabot és Jánost, Andrást és Simont, vagy András kivételével a másik 3-at. Ennél szűkebb kör nem létezett. Nincsenek olyan magánbeszélgetések Jézus és Simon között például, amelyeknek nincs más tanúja. Titokban nem beszélgetett egyikükkel sem. Péter, a leendő Péter, Simon, ha egyáltalán kiemelkedik a társai közül, csak azért, mert kivétel nélkül mindig az első helyen nevezik meg, amikor felsorolják a tanítványokat. Másrészt, állandóan ő az, aki elsőnek szólal meg. Tényleges elsőbséget, hatalmat, rangot a többiek között soha nem igényelt magának, egy normális emberről van szó, nem egy törtető hataloméhes szörnyetegről, és nem is kapta meg sem a tanítványtársaitól, sem Jézustól. Egy első van közöttük, és ez Jézus. Simon már korán aféle szóvivő, és belenő lassan ebbe a szerepbe, amiben a többiek nemhogy nem gátolták, kifejezetten boldogok voltak, mert volt köztük valaki, aki elsőnek szólalt meg. Ha butaságot mondott, akkor elsőnek mondta ki. Az egyik esemény, ami lassan mutatja Simonnak a fejlődését, az Jézusnak a genezáreti tó vízén való járása. Máté mondja el legrészletesebben az eseményeket. Simon a szokásos fordításokban közeledik hozzájuk az éjszaka, a víz színén Jézus. Megijednek, kísértetnek vélik, és erre Jézus a következőt mondja, mindenki ismeri, én vagyok, ne féljetek, majd jön Simon elfordított válasza. Így hangzik hagyományosan, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Jézus azonban most azonosította magát. Simon az első, aki a félelem ellenére válaszol. Nem csak, hogy nyugodt marad, hanem részesedni szeretne Jézus erejéből. Ennek semmiféle párja nincs az ókori mitológiában. Az a fontos, hogy neki és egyedül Simonnak van bátorsága ahhoz, hogy elhagyja a hajót és elinduljon Jézus felé. Többiek ott reszketnek a bárkában. Kettős kihívás hangzik el itt. Simon szinte kényszeríti Jézust, hogy bizonyítsa be, van hatalma arra, hogy a saját isteni hatalmát át tudja vinni egy másik emberre. Parancsold meg nekem. Ugyanakkor önmagából is szinte kikényszeríti, hogy minden természetes tapasztalattal szemben, hát ki az, aki közülünk kimenne bármilyen tengerre a vízen sétálni. Normális emberi tapasztalatnak ellent mond ez a jelenet. Tehát minden természetes tapasztalattal szemben a saját hitének az erejét most itt bizonyíthatja. Már a megszólításban benne rejlik mindez. Simon tehát nem azt mondta, mint a rossz fordításokban, hogy Uram, ha te vagy az, még egyszer mondom, Jézus épp most mondta, hogy én vagyok, hanem a következőt mondta. Uram, mivel te vagy az, parancsold meg nekem, hogy. Jézus épp az imént mondta, hogy ő. És Simon, aki éppen arra készül, hogy a lehető legnagyobb bátorságról tegyen tanúságot, egyszerre csak visszakérdez, mint egy nehéz felfogású hitetlen. Teljesen elképzelhetetlen és nem fér össze Simon jellemével.
A görög szöveg egyáltalán nem támogatja ezt a változatot. Ennek ellenére újra meg újra ezt a torz szöveget adják a kezünkbe. Jézus szaván fogja Simont. Elhagyja a hajót, és rövid ideig sikerül is neki, megy a vízszínén. Másodpercekig ugyan, de érzi, hogy valami olyan dologból részesedik, ami majd a jövőben teljesedik ki. Összpontosítása, hitének bizonyossága ereje azonban csökken, mert nem Jézusra néz, hanem engedi, hogy a tenger háborgása elterelje a figyelmét, megijed és süllyedni kezd. Aki engedi, hogy a környezet befolyásai eltereljék a figyelmét, ahelyett, hogy csak Jézusra nézne, az előbb vagy utóbb süllyed. Ezt hívjuk ma, 2000 év után tapasztaltan úgy, hogy bűn. Az ember, amint Jézusról elfordítja a tekintetét, már is megy lefelé. Simonnak volt hite. Ez be is bizonyította. Az, hogy ez a hit még nem vitte elég messzire, ezen mit sem változtat. Amikor kinyújtja a kezét Jézus után, és oda kiáltja neki, Uram, ments meg, akkor még egyszer bebizonyítja ezt a hitet, hiszen Jézushoz úgy fordul, mint aki tud segíteni neki. Jézus nem is vitatja ezt, elismeri. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Vagyis ez már igenis hit, ha nem is érett, kiforrott. A kételj láthatóan megalapozatlan. Az összes tanítvány elismeri ezt, hiszen így kiáltanak föl, amikor Jézus belép a bárkába, valóban Isten fia vagy. Ugyanez köszön majd vissza, jövő hét, 2-3 vasárnapon át ezzel leszünk elfoglalva, jövő héttől, amikor Cezárea Filippinél majd Messiásnak és Isten fiának vallja Simon Jézust. Akkor azonban már nem valami hálás megkönnyebbülésből fakad ki belőle ez a vallomás, nem pedig valami nem hódolat éjszakai megrendültségből, hanem Jézus kérdez valamit, és Simon erre világosan, röviden válaszol, józanul. A tanítványok megdöbbenése a kicsiny hitűség következménye. Túlságosan fogva tartják őket a hagyományos elképzelések, a zsidóság kulturális hagyományai. Szellemi és lelki növekedésük a legjobb esetben is éppen csak, hogy elkezdődött. Úgy mondhatnánk, hogy a hitben kisgyermekek. A legtöbbünk itt tart, vagy még itt se. Az is, amit itt történt, Jézus valamiféle Isten fiúként mutatkozik be, hogy hogyan fia és milyen Istennek, azt még sokáig nem értik, Simon sem. Simon fejlődése fokozatosan halad előre. Apostoli meghívása után háromféle szerepben tűnik föl. Ő a tanítványok szóvivője, a hármak, a legszűkebb kör egyik tagja, és az a tanítvány, aki a saját kezdeményező készségének, bátorságának köszönhetően különleges élményekben részesült. Nem ez az utolsó, amivel ma találkoztunk. Ezek, tudnék, ezek a nagy feladatkörök, csak a nagy próbán kapják meg valódi súlyukat, ez lesz majd Simon bukása. A Jézus kérdésére adott válaszban tárul föl először ennek a feladatkörnek a mélysége, tudnélik, hogy kinek tartotok engem, és erre majd ő válaszol. Simontól mindnyájunknak meg kell tanulni, hogy a kereszténység nem jelent mást, mint bátor követését Krisztusnak, és nem szabad elfordítani róla a tekintetünket, akármi történik körülöttünk. Mindent tessék kivágni a szemétbe, ami köztem és Jézus között állhat. Isten káromlás. Ha tetszik ez nekünk, ha nem. Ha kínos, ha kellemetlen, ha kényelmetlen, akkor is. Itt nincsenek megalkuvások és kompromisszumok. Vagy Jézusra nézek, vagy nem. Köztes út nincs, és ezt minden olyan személynek tudomásul kell venni, aki kereszténynek akarja nevezni magát, és ebbe bele akar nőni. Hatalmas dolgok vannak készülőben, mindnyájunk életében, az enyémben is. Aki szeretne keresztény lenni, hasonló fejlődésen megy keresztül, mint Simon. Jó őt magunk elé állítani. Segíthet nekünk. Kérjük is következő hetekben folyamatosan, hogy imádkozzon értünk.
és az élete példájával segítsen bennünket közelebb Jézushoz. És azt sem árt az eszünkbe idézni, hogy valójában, ami itt Simonnal történt, hogy a víz színén jár, egy keresztény ember számára ez a normális. Az, hogy járunk a földön, ez lényegtelen esemény. A keresztények a természet fölötti világában élnek. Onnan való lebukás az, amikor csak egy síkú az életünk. Simon ezt tárja elém. Erre mutat rá a számomra. Nekem is a természet fölöttiben, az Isten világában kell lépdelnem az örökké való felé. Ami ennél kevesebb, az méltatlan egy emberhez. Nem egy keresztényhez, egy emberhez. Hát még mik várnak rám, ha a kereszténység útján akarok járni? Járhatok más utakon is, de büdös életbe soha nem fogok eljutni Istenhez. Nincs más út. Hazudhatunk magunknak, becsaphatjuk magunkat, akármit kitalálhatunk kifogásként, mindegyik megbukik. Csak egy lehetőségünk van, és ezt megtanulhatjuk Simontól. Szegezzük rá a tekintetünket, szegődjünk a nyomába, minden szent Krisztushoz vezet el bennünket. Nagy szükségünk van erre. Kérjük újra és újra a segítségét, az élete példájával tanítson minket, és ha elfordítanánk a tekintetünket Jézusról, jó erősen rázzon meg bennünket, és fordítson vissza a helyes irányba. Amen.